szükséges beszerzés. Most már vége a nyárnak itt, nálatok? Kérdezte Hans Castorp harmadnap gúnyosan az unokaöccsétől. Iszonyút zuhant az idő. A második nap, amelyet a hospitáns odafent töltött, csodálatos nyárias szépségben pompázott, az ég mély kéken ragyogott, a fenyők lándzsaszerű csúcshajtásai felett, a község a völgy ölén vakítóan ragyogott a hőségben, a levegő derűs, meghitt kolompolással töltötte be, a hegyoldal kurta, meleg füvén legelésző tehenek csengője. A hölgyek már reggelihez vékony mosóblúzban jelentek meg, némelyek még hozzá áttört ujjal, és ez nem állt mindegyiknek egyformán jó. Frau Störnek például határozottan rosszul állt, mert szivacsos volt a karja. Hiába az áttört lengeruházat sehogy sem illett hozzá. A szanatórium férfi közönsége is a maga módján alkalmazkodott a szép időhöz. Lüsterkabátok, vászonöltönyök jelentek meg a színen, Joachim Zimzen pedig elefántcsont színű flanelnadrágot vett fel kék zakójához, és ez az összeállítás teljességgel katonai színezetet adott megjelenésének. Ami szettembrinit illeti, többször is kinyilatkoztatta abbéli szándékát, hogy átöltözik. Az ördögbe is, mondta, amikor löncs után lesétált a két fiatal emberrel a telepre. Hogy perzsel a nap, úgy látom, könnyebb ruhát kell öltenem. De akármilyen választékosan fejezte ki szándékát, továbbra is megtartotta széles hajtókás, hosszú daróckabátját, kockás pantallóját. Valószínűleg ez volt az egész ruhatára. Harmadnap azonban úgy tetszett, felborult a természet, és minden rend tótágast áll. Hans Castorp nem hitt a szemének. A déli főétkezés után történt, már 20 perce az erkélyen feküdtek, amikor a nap hirtelen elbújt. A délkeleti hegycsúcsok fölé csúf, tőzeg barna fellegek tornyosultak, és a völgyön idegen, légminőségű szél söpört végig, jéghidegen, csontig hatolóan, mint hogyha ismeretlen, fagyos vidékekről jönne. Ez a szél felborította a meleg uralmát, és merőbben új rezsimet alapított. Hó, mondta Joachim hangja az üvegfal mögött. Hogy érted azt, hogy hó? Kérdezte Hans Castor. Csak nem akarod azt állítani, hogy most havazni fog? Minden bizonnyal, válaszolt Joachim. Ezt a szelet mi már ismerjük. Ha ez jön, akkor ma holnap szánkázhatunk. Badarság, badarság, mondta rá Hans Castorp. Ha jól tudom, augusztus elején járunk. De Joachim igazat mondott. Nem hiába volt szakértő és beavatott, mert pillanatokon belül többszöri mennydörgéssel iszonyatos havazás indult meg. Olyan sűrű pelyhekben kavargott a hó, hogy minden fehér ködbe burkolózott, és jóformán semmi sem látszott a völgyből, meg a telepből. Egész délután havazott. Megindították a központi fűtést, és míg Joachim elővette prémzsákját, és nem zavartatta magát a kúrázásban, Hans Castorp bemenekült szobájába, széket tolt a melegedő fűtőtesthez, és onnét tekintett ki sűrű fejcsóválással a kinti garázdaságba. Másnap reggel már nem havazott, de noha a szabadtéri hőmérő néhány fokot mutatott az érus fölött, a bokáig érő hó nem olvadt el, és tökéletes téli tájkép tárult Hans Castorp álmélkodó pillantása elé.
A fűtést megint leállították. A szoba hőmérő 6 fokot mutatott a fagypont fölött. Most már vége a nyárnak itt nálatok, kérdezte tehát Hans Castorp keserű gunnyal. Azt nem mondhatjuk, válaszolta Joachim tárgyalagosan. Ha Isten is úgy akarja, kapunk még szép nyári napokat. Ez még szeptemberben is könnyen lehetséges, de a dolog úgy áll, hogy az évszakok itt nem különülnek el annyira, tudod, úgyszólván összekeverednek. Nem tartják magukat a naptárhoz. Télen néha olyan erősen süt a nap, hogy izzadunk. És levetjük még a kis kabátunkat is séta közben, nyáron meg. No hát, azt már magad is láthatod, hogy milyen itt a nyár. Meg aztán a hó. Hát a hó mindent összezavar. Januárban havazik, de májusban sem havazik sokkal kevesebbet. És néha augusztusban is hull a hó, amint láthatod. Mindent összevéve azt mondhatjuk, nincs hónap hó nélkül. Ehhez tarthatod magad. Egy szó mint száz, vannak téli napok és nyári napok, tavaszi meg őszi napok, de igazi évszakok, azok voltak éppen ismeretlenek idefen. Szép kis zűrzavar, jegyezte meg Hans Castorp, sárcipőben, téli kabátban ballagott le öccsével a telepre, hogy takarókat szerezzen be a fekvőkúrához. Mert végül is belátta, hogy kockás plédjével sehogy sem boldogul ebben az időjárásban. Futólag mérlegelte, hogy ne vásároljon-e inkább prémzsákat. De aztán letett erről a szándékáról, sőt, valósággal visszariadt a gondolattól. Nem, nem, és nem, mondotta. Maradjunk csak a takaróknál. Azokat odalenn is használhatom, hiszen teveszőrtakarót mindenütt használnak. Abban nincsen semmi különös vagy izgató. De hát a prémzsák, az nagyon is speciális. És meg jól, mit mondok. Ha ilyen lábzsákot vennék, szinte már olyan színben tűnnék fel önmagam előtt, mintha itt hosszabb időre le akarnék telepedni, mintha bizonyos fokig már hozzátok tartoznék. Egy szóval oda akarok kiukadni, hogy igazán nem lenne érdemes erre a néhány hétre prémzsákot beszerezni. Joachim igazat adott neki, tehát az angol negyed egyik gazdag választékú, szép üzletében vásároltak 2 éppen olyan teveszőr takarót, mint a Joachimé. 2 hosszában széltében rendkívüli méretű, kellemesen puha, természetes teveszőr színű pokrócot, és utasítást adtak, hogy tüstént küldjék fel a Berghof nemzetközi szanatóriumba, a 34-es számú szobába. Hans Castorp aznap evéd után mindjárt fel akarta avatni őket. Mindez természetesen villás reggeli után történt, hiszen a napi beosztás máskor nem adott rá időt, hogy lemenjenek a telepre. Esett az eső, a hó az utcákon fröcskölő jeges latyakká változott, hazafelé menet utolérték Settembrinit, aki esernyő alatt, noha most is hajadon főtt, igyekezett vissza a szanatóriumba. Sárga volt az arca, szemlátomást elégikus hangulat vett rajta erőt, szabatos, jól formált szavakkal panaszkodott a hidegre, a nedvességre, mert keservesen szenvedt tőle. Ha legalább fűtenének, de ezek a nyomorult kényurak leállítják a fűtést, mihelyt abba marad a havazás. Ostoba szabály, a józanész megcsúfolása. Hans Castorp ellenvetésére, hogy az alacsony szobahőmérséklet nyilván a gyógykezelés szabályaihoz tartozik, a betegek elpuhulását akarják megakadályozni, Settembrini úr maró gunnyal válaszolt. Hegy, csak ugyan a gyógykezelés szabályai, a magasztos és megdönthetetlen szabályok.
Hans Castorp valóban megfelelő hangon beszél róluk. Tunnillik, a vallásos áhítat és az alázat hangján. De mégiscsak feltűnő, noha persze örvendetes hirtelenben feltűnő, hogy a szabályok közül éppen azokat tisztelik olyan feltétlenül, amelyek a kényurak gazdasági érdekeivel összhangban állanak, azok felett pedig, amelyekre ez nem áll, hajlandók szemet hunyni. Míg a fiatal emberek nevettek ezen a megállapításán, Settembrini elhunyt apjára terelte a szót, mégpedig a meleggel kapcsolatosan, amelyre vágyott. Apám, kezdte nyújtottan, rajongva, apám roppantúl finom ember volt, testileg, lelkileg egyaránt érzékeny, hogy szerette télen kicsiny meleg dolgozó szobáját, szívből szerette. Mindig legalább 20 fok rémúr volt benne egy vörösen izzó kályhácska segítségével, és ha az ember nyírkos, hideg időben vagy olyan napokon, midőn a metsző tramontána szél zúdult le a városunkra, belépett oda a pitvarból, a meleg, mint enyhületet adó köpönyek terült vállára, és az ember szeme megtelt jóleső könnyekkel. A szobácska teristele volt zsúfolva könyvvel, kézirattal. Nagy értékek is voltak közöttük, és e szellemi kincsek közt ott állt atyám. Kék flanel köntösében állt keskeny írópultjánál, és az irodalomnak szentelte magát. Kicsiny, törékeny emberke volt, jó feje kisebb nálam, képzeljék csak el, de halántékán dús csombókokban csavarodott őszhaja, és az orra hosszú volt és finom. Micsoda romanista volt, uraim! Kora legkiválóbbjaihoz tartozott, úgy ismerte a nyelvünket, mint kevesen, mint latin stilisztának senki sem ért a nyomába. Igazi uomo letterato volt. Boccaccio szíve szerint. Messze földről látogatták a tudósok, hogy eszmét cseréljenek vele, az egyik Haparandából jött, a másik Krakkóból, egyenesen azért jöttek Páduába, szülővárosunkba, hogy atyámnak tiszteletüket fejezzék ki. És atyám barátságosan, méltóság teljesen fogadta őket. Költőnek sem volt utolsó szabad óráiban, elbeszéléseket írt, a legszebb toszkánai próza stílusban, az idióma gentile mestere volt, mondaná Settembrini, és látható gyönyörűséggel engedte, hogy anyanyelvének édes szótagjai elolvadjanak a nyelvén, fejét ide-oda ingatta közben. Kertjét Vergilius példája szerint művelte. Folytatta, és minden szava szép volt és egészséges. De a szobájában melegnek, jó melegnek kellett lennie, másképp didergett, és néha még könnyezett is mérgében, hogy fagykolódni kényszerítik. És most képzelje el, mérnök úr, képzelje el maga is, hadd nagyom, hogy mit szenvedek én, apám vérbeli fia, ezen az átkozott barbár helyen, ahol a test még nyáron is vacog a hidegtől, és állandóan megalázó benyomások kínozzák a lelket. Elviselhetetlen, elviselhetetlen. Micsoda alakok vesznek körül ez a pokol hóhéra, ez az udvari tanácsos, meg aztán Krakowski. Settembrini úgy tett, mintha a nyelve beletörne ebbe a névbe. Krakowski, ez a szemérmetlen gyontató, aki gyűlöl, mert emberi méltóságom tiltja, hogy odaadjam magam a paposkodó praktikáinak. És az asztalomnál micsoda társaság? Micsoda társaságban kell étkeznem? Jobbomon egy hallei serfőző. Magnus a neve. A bajusza, mint egy kötek széna. Adjon nekem békét az irodalommal. Azt mondja. Mit nyújt az irodalom? Szép jellemeket.
Mit kezdek én a szép jellemekkel? Én kérem, gyakorlati ember vagyok. És az életben nincsenek szép jellemek. Íme, ez a fogalma alakult ki az irodalomról. Szép jellemek. Szűz Mária, ne hagyj el! A felesége meg ott ül vele szemben. Fehérjét veszít, és egyre jobban belesüllyed a bárgyúságba. Nyomor, kérem, piszkos nyomor. Joachim és Hans Castorp, anélkül, hogy egymás közt megbeszélték volna, egyformán vélekedtek Settembrini úr elmefuttatásairól. Valahogy nyavajgónak és bántóan lázadónak ítélték, noha természetesen múlattak, sőt, okultak is hegyke, éles nyelvű tiszteletlenségén. Hans Castorp szívből kacagott a kötek szénán, meg a szép jellemeken, illetőleg a komikus kétségbeesésen, amely a Settembrini ezeket emlegette. Majd így válaszolt. Édes Istenem, a társaság bizony mindig egy kicsit vegyes az efféle intézményekben. Az ember nem válogathatja meg az asztal szomszédait. Hová jutnánk akkor? A mi asztalunknál is ül egy hölgy. Frau Stör. Bizonyára ismeri Settembrini úr. Pokolian műveletlen. Azt meg kell hagyni. És az ember néha igazán nem is tudja, hová nézzen, amikor locsogni kezd. És amellett hőemelkedésről panaszkodik meg, elnyedtségről. Sőt, valószínűleg sajnos nem is éppen könnyű eset. Ez olyan furcsa, meg beteg és buta. Nem tudom, jól fejezem-e ki magam, de olyan különösen érint, mintha valaki buta is, meg beteg is hozzá, ha ez a kettő összejön. No, ez talán a világon a legszomorúbb. Az ember nem tudja, milyen arcot vágjon hozzá, mert a beteget az ember szeretné tisztelni, és ugye komolyan venni. Hiszen a betegség bizonyos fokig tiszteletre méltó, ha szabad magam így kifejeznem. De ha örökké közben jön a butaság, a Fomulus, meg a kozmikus intézet, meg ilyen baklövések, akkor az ember igazán nem tudja, sírjon-e, vagy nevessen. És az emberies érzés egy kicsit dilemmába kerül, mert ez olyan szánalmas, hogy ki sem mondhatom. Úgy értem, nem illik, nem pászol össze, és az ember nem szokta meg, hogy a kettőt együtt elképzelje. Az ember azt hinné, a buta legyen egészséges és közönséges, a betegség pedig föltétlenül kifinomítja, megokosítja, különlegessé emeli az embert. Így szokás ezt elképzelni, vagy nem? Talán többet is mondok a kelleténél? Végezte. Csak mert hát véletlenül szóba került, és itt végképp beleszavarodott. Joachim is zavarban volt, Settembrini pedig hallgatott, szemöldökét felrántva, azt a látszatot keltve, mintha csak udvariasságból várná ki, amíg Hans Castorp befejezi. A valóságban azonban az volt a célja, hogy Hans Castorp előbb teljesen belegabajodjék a mondókájába, és csak akkor válaszol. A teringettét, mérnök úr, ilyen bölcselkedő hajlamokat nem is vártam volna magától. Elmélete szerint tehát nem is lehet olyan egészséges, ami ennek mutatja magát, mert hisz nyilván való szellemi képességekről tesz tanúságot, engedje meg azonban, hogy megjegyezzem. Dedukcióit nem tudom követni, elutasítom következtetéseit, sőt valóban ellenségesen állok velük szemben, mi tűrés, tagadás. Szellemi dolgokban kissé, hogy úgy mondjam, türelmetlen vagyok, és inkább vagyok hajlandó pedáns színben feltűnni,
sem hogy vitatlanul hagyjak olyan nézeteket, amelyeket fölöttébb vitathatóknak ítélek, mint azokat is, amelyeket itt most, hogy úgy mondjam, kifejtett. Na de, de Settembrini úr, engedje meg, tudom, mit akar mondani, azt akarja mondani, hogy nem is gondolta olyan komolyan az imént kifejtett nézeteit, nem is vallja minden további nélkül a magáénak, csak mint egy kiragadott egyet a levegőben lebegő és lehetséges nézetek közül, és felelőtlenül megpróbálta magáivá tenni. Így illik életkorához, mert az ifjúság még könnyen nélkülözheti a férfias szilárdságot, és egyelőre mindenféle állásponttal kísérletezhet. Placet experiri, mondotta, és a placet szó céljét olasz módra csének ejtette. Találom mondás, ami meghökkent, az csupán az a tény, hogy kísérlete éppen ebben az irányban mozog. Kételkedem benne, hogy ez csak a véletlen műve. Attól tartok, hogy itt valami született hajlam működik, amely megerősödve jelenvonássá válik, ha nem lépünk fel ellene időben. Azért érzem kötelességemnek, hogy helyesbítsek. Úgy mondotta, hogy a betegséggel párosult butaságnál nincsen szomorúbb a világon. Ebben igazat adok magának, én is szívesebben társalgok egy szellemes beteggel, mint egy sorvadásos Tocquevillékóval. Tiltakozásom pedig ott kezdődik, amikor a butasággal párosult betegséget, mint egy stílushibának tekinti. A természet ízlésbeli megtévejedésének, az emberi érzés dilemmájának, amint kifejezte. Amikor a betegséget olyan, hogy is mondjam, előkelő, és hogy is mondta, tiszteletre méltó, igen, tiszteletre méltó valaminek érzi, hogy a butagsággal sehogy sem pászol össze, ez is a maga kifejezése, ugyebár. Na, nem, nem, és nem. A betegség nem előkelő. A betegség nem tiszteletre méltó, semmiképpen sem az. Ez a felfogás maga is betegség, vagy legalábbis betegséghez vezet. A legbiztosabban talán akkor utáltatom meg magával ezt a felfogást, ha megmondom, hogy elavult és csúnya. Babonásan bűnbánó időkből ered, üdön az ember eszméjét torzképé alázták és elaljasították, szorongással teli időkből, midőn a harmónia és a derűs kiegyensúlyozottság gyanúsnak, ölteginek számított, a nyavajásság pedig akkoriban egyenlő volt a mennyországi belépő jeggyel. Értelem és felvilágosodás azonban elűzte az emberiség lelkét megülő árnyakat. Még nem egészen, nem egészen. Még ma is folyik köztük a harc. Ezt a harcot pedig egyszerűen munkának hívják, uram. Földi munkának, a földért, a becsületért, az emberiség érdekeiért végzett munkának, az értelem és a felvilágosodás e harcban naponta újra edződve, idővel majd egészen felszabadítja az embert és a haladás és civilizáció útján egyre fényesebb, egyre szelídebb és tisztább ragyogás felé vezeti. Ördög és pokol, gondolta Hans Castorp megütközve, megszégyenülve, hiszen ez valóságos ária. Mivel érdemeltem én ezt? Egyébként kissé száraznak látszik az egész, és mit akar örökké a munkával? Örökké a munkát emlegeti, pedig ez igazán nem illik ide. De fennhangon csak ennyit szólt. Igazán szép, Settembrini úr. Érdemes meghallgatni, ahogy mindezt előadja. Nem is lehetne plasztikusabban kifejezni, legalábbis
Én úgy gondolom. Settembrini átemelte esernyőjét egy szembejövő fején, és ekképpen folytatta. A visszafordulás, a szellemi visszafordulás a ma sötét, gyötrelmes idők nézeteihez. Ez betegség, higgyel nekem, mérnök úr. Méghozzá feltárt és már jól ismert betegség, amelyet a tudomány különböző nevekkel nevez, egyik elnevezés a szépség, és a lélek tudományának területéről ered, a másik a politikából. Iskolás szakkifejezések, ezek nem sokat számítanak, és ismeretükről bízvást lemondhat, mérnök úr. Mivel azonban, ha szellemi életben minden összefügg, egyik a másikból adódik, és mivel az ördögnek nem nyújthatunk semmit, és a kisujjunkat sem úgy, hogy el ne kapja az egész kezünket, sőt, az egész embert, mivel továbbá egészséges elvből mindig csak egészséges következmények folynak, akármit állítsunk is a láncolat elejére, kérem, jegyezze meg egyszer is mindenkorra, hogy a betegség korán sem olyan előkelő és tiszteletre méltó valami, hogy a butassággal ne férne össze. Nem. A betegség épp ellenkezőleg, jól figyeljen, kérem, mert a betegség megaláztatás, igen, igen, igen. Az ember fájdalmas és az eszmét sértő megaláztatása. Egyes eseteit ám kiemeljük, meg aztán ápoljuk is, ha úgy adódik. De a betegséget szellemileg tisztelni megtévejedés, jó, jegyezze meg, fiatal barátom, kérem, megtévejedés minden szellemi tévedés kezdete és kiinduló pontja. Az az asszony, akit említett, lemondok róla, hogy a nevét megjegyezzem, Frau Stör, köszönöm. Nos, ez a nevetséges teremtés. Úgy tetszik, nem az ő esete az, amely dilemma elé állítja az emberi érzést, amint mondotta, beteg és buta. Isten nevében ez maga a nyomorúság. Mi sem egyszerűbb, nincs más dolgunk, mint szánakozás és válvonogatás. A dilemma, uram, a tragikum ott kezdődik, ahol a természet a maga kegyetlenségében megtöri, vagy eleve lehetetlenné teszi a személyiség harmóniát azáltal, hogy egy nemes, élni akaró szellemet az életre alkalmatlan testbe zár. Ismeri Leopardit, mérnök úr? Vagy maga, hadnagyom, hazám fia, szerencsétlen, költő, púpos, beteges emberkinek nagyszerű lelkét, testének nyomorúsága állandóan megalázta, és az irónia alantas tájaira rántotta le. Szívet tépőek e megalázott lélek panaszai. Hallgassák meg ezt! És Settembrini szavalni kezdett, olaszul, hagyta, hogy az édes szótagok olvadozzanak nyelvén, ide-oda ingatta fejét, és időnként lehunyta szemét, mit sem törődve azzal, hogy kísérői egy árva szót sem értenek a versből. Szemlátomást csak az volt a célja, hogy emlékező tehetségét, kiejtését maga élvezze, és kísérői előtt érvényre juttassa. Végül így szólt. Sajna, nem értik, amit mondok, csak hallgatják, de nem fogják fel a szavak fájdalmas értelmét. Leopardi, Leopardi, a nyomorék. Érezzék ezt át teljes jelentőségében, uraim. A nyomorék, Leopardi mindenek előtt a szerelmet. Értik, uraim, a szerelmet nélkülözte, és ezt tett te képtelenné rá, hogy lelke elkorcsosulásának gátat vessen. A dicsőség és az erény ragyogása egyként elhalványult előtte. A természetet gonosznak látta. A természet egyébként csak ugyan gonosz, ostoba. Igen, és gonosz. Ebben igazat adok Leopárdinak.
És megrendült a hite? Szörnyű ezt kimondani, kérem, nem hit a tudományban és a haladásban. Itt van a tragikum, mérnök úr. Itt van az emberies érzés dilemmája. Nem annál az asszonynál. Nem vagyok hajlandó emlékezetemet nevével megterhelni. Ne beszéljen nekem, betegség létrehozta átszellemülésről. Az Isten szerelmér, ne beszéljen ilyesmiről. A lélek test nélkül épp olyan embertelen és szörnyűséges, mint a test lélek nélkül, egyébként az első ritka kivétel, a második pedig szabályos jelenség. Többnyire a test az, amely túlburjánzik, fontoskodik, magához ragadja az életet, és fertelmes módon emancipálódik. Az az ember, aki beteg emberként él, az csak test, ez benne az embertelen és a megalázó. A legtöbb esetben nem jobb, hanem mint egy holttest. Érdekes, szólalt meg váratlanul Joachim, és előrehajolt, hogy unoka bátyja szemébe nézzen, aki szettembrini másik oldalán haladt. Te is valami egészen hasonlót mondtál a minap. Igazán, igazán, válaszolta Hans Castor. Csak ugyan, meg lehet, hogy valami hasonló már nekem is megjárta az eszemet. Szettembrini hallgatagon tett még néhány lépést, majd újra megszólalt. Annál jobb, uraim, annál jobb, ha így van. Távol áll tőlem a szándék, hogy holmi eredeti bölcselettel traktáljam önöket. Ez nem az én hivatásom. Ha ifjú mérnökünk is már tett ilyen értelmű észrevételt, ezt csak kérem, igazolja azt a feltevésemet, hogy egyelőre a szellemi dilettáns magatartásban tetszelek, s tehetséges fiatalok mondján csak kísérletezik a különféle lehetséges felfogásokkal, mert a tehetséges ifjú nem íratlan lap, nem, inkább olyan lap, amelyre láthatatlan vegytintával már minden fel van írva, a helyes csak úgy, mint a téves, és a nevelő dolga, érti, kérem, a nevelő, hogy a helyeset minél határozottabban kifejlesz-e, és érvényesülni próbáló téveset azonban azonnal szakszerű behatolással egyszer is mindenkorra kitörölje. Vásárolni jártak az urak? Kérdezte, azután megváltozott könnyed modorban. Nem igen, válaszolta Hans Castor. Azaz, hogy... Vettünk a bátyámnak egy pár takarót, mondta Joachim közönösen. A fekvő kúrához, ebben a kutya hidegben, hiszen nekem is kúráznom kell, amíg itt vagyok ebben a néhány hétben, magyarázta Hans Castor mosolyogva, és a földre szegezte tekintetét. Aha! Aha, megint a takarók, a takarók. Fekvő kúra, ismételte Szettembrini. Szasszasszó, ejjjjjj, ejjjjj. Valóban úgy látom, placet experiri, ismételte olaszos kiejtéssel, és azután elköszönt, mert időközben a sánta portás hajlongása mellett beléptek a szanatóriumba. És a halban Szettembrini a társalgó helyiségek felé indult, hogy ebéd előtt átfussa az újságokat, amint mondotta. Úgy látszott, el akarja mulasztani a második ebéd előtti fekvőkórát. Uram, segély, mondta Hans Castorp, amikor Joachimmal kettesben maradt a liftben. Ez a Szettembrini, ez aztán igazán pedagógus a javából, hiszen ő maga is mondta a minap, hogy van benne valami ilyen véna.
Szörnyen kell vele vigyázni, hogy az ember egy szóval sem mondjon többet a kelleténél, másképp hosszadalmasan és behatóan megleckészteti. De azért, mit agadás? Élvezett hallgatni, ahogy beszél. A szavak valahogy olyan gömbölyűen, gusztusosan pattannak az ajkáról. Mindig friss zsömlére kell gondolnom, ha hallgatom. Joachim nevetett. Ezt inkább nem mondd meg neki. Azt hiszem, nagyot csalódna, ha megtudná, hogy zsömlére gondolsz, amikor oktat és nevel. Azt hiszed? Nem vagyok benne olyan bizonyos. Mindig az a benyomásom, hogy nem csak az oktatás a célja. Sőt, az oktatás talán másodsorban következik, hanem első maga a beszéd, azaz, ahogy pattantja, görgeti a szavakat, rugalmasan, mint a gumilabdákat. És ezért talán nem is haragszik, ha megtudja, hogy az embernek erre is van füle. Magnus, az a serfőző, persze, elég nagy ostobaságokat mondott a szép jellemekkel, de azért Settembrin igazán megmondhatta volna, hogy hát igazából mi is az irodalom lényege. Nem akartam megkérdezni, nehogy eláruljam a tájékozatlanságomat, hisz nem is konyítok az irodalomhoz, és mostanáig sose láttam élő literátust. De ha nem a szép jellemeken múlik, akkor nyilván a szép szavakon nyugszik az irodalom. Legalábbis Settembrini társaságában ez a benyomásom micsoda kifejezéseket használ, nem által erényről beszélni. Már engedd meg, kérlek. Soha életemben nem ejtettem még ki ezt a szót. Még az iskolában is mindig bátorságot fordítottunk, ha a virtus fordult elő a szövegben. Valami összehúzódott bennem. Nem tagadom. Meg aztán idegesít is egy kicsit, amikor zsémbel. Szidja a hideget, meg Bérenzt, meg Frau Magnust, amiért fehérjét veszít. Egy szóval mindent. Örök ellenzéki. Ezt azért mindjárt észrevettem rajta. Ócsáról minden fennállót, és ebben van valami, hogy is mondjam, züllött. Nem tehetek róla. Ó, ezt csak úgy rámondod, válaszolta Joachim megfontoltan. De emellett van benne valami büszke, ami korán sem val züllöttségre, hanem épp az ellenkezőjére. Settembrini mégis olyan ember, aki megbecsüli önmagát vagy az embereket általánosságban, és ez tetszik nekem benne. Szerintem ez nagyon is tisztességes. Ebben talán igazad van, mondta Hans Castorp. Sőt, van benne valami szigorú. Az ember néha szinte rosszul érzi magát a bőrében, mert olyan mintha állandóan ellenőrizné minden cselekedetét. Hidd el, nem is rossz ez. A meghatározás, akár hiszed, akár nem, az volt az érzésem, hogy nem helyesli, hogy pokrócokat vásároltam a fekvő kúrához. Mintha valami kifogása volna ellene, és valahogy meg is ütköznék egy kicsit rajta. Ugyan, mondta Joachim meglepetten elgondolkozva. Mi kifogása lehetett volna, ezt el sem tudom képzelni. Azzal szájába vette a hőmérőt, és könyvestül, pokrócostul kivonult az erkélyre fekvő kúrázni. Hans Castorp pedig nyomban nekifogott, hogy ebédhez megtisztálkodjék, és átöltözzék, mert alig egy órácska volt már odáig.